nagyon rosszul, tehát én ezekben mindig nagyon rossz is voltam. Amikor így gyermekkoromban megpróbáltam ebben ezt komolyan venni, akkor általában mindig kudarcot vallottam, úgyhogy én sosem fogadok meg semmit, mert a mi életünk, a színészek élete annyira a kiszámíthatatlanságról szól, tehát nincsenek ilyen konkrét hosszú távú tervek, úgyhogy mindig egyik napról a másikra kell jóformán improvizálni, tehát ilyen fogadalmak terén is nagyon óvatosnak kell lenni. Nagyon sokrétű évadnak nézek elébe, bár ugye ez már az évadnak a fele, ahol most járunk. Január végén a Bárka Színházban lesz egy bemutatóm, egy kortárs lengyel darab, Lángoló kerékpár a címe. Utána a zenés vizekre evezünk. Lesz a Katona József Színházban, aminek a tagja vagyok, egy koprodukciós előadásunk a MIPÁ-val, amiben ilyen 20-as, 30-as évek swingjeit fogjuk énekelni Hatod magammal. Muzika címe, és az évad végén pedig egy új magyar operettnek a születésénél fogok bábáskodni, mármint szereplői mi voltomban, ez pedig Virágos Magyarország címet viseli. És hát nagyon remélem, hogy a nyár fog hozni valami filmet is, de hát ez még azért erről korai nyilatkozni, remélhetőleg majd a nyáron már okosabbak leszünk.